Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hétvégi jóslás március 27-e és 29-e között. Az annyit jelent, hogy péntek, szombat, vasárnap. Itt németül van írva Freitag, Samstag, Sonntag. Én ugyanis német területen dolgozom, van egy másik csatornám is, Denn der das Liebesorakel, ahol én németül mutatom a jóslást. Kezdjük a pénteki nappal. Ez a három kártya mutatja, hogy mi történik. Minden lefele mozog, és ehhez jó képet kell, hogy mutassunk, és mi, hölgyek, tartjuk a kezünkbe a dolgokat, irányítjuk az eseményeket, mi játsszuk itt a zenét. Tehát mi állunk jelen pillanatban a középpontban. És ennek van egy megnyugtató hatása, hogy akik a közelünkben élnek, azok nevetni tudjanak. Ez a kombináció utalhat művészi tevékenységre is, vagy hogy mi valamit megszépítünk körülöttünk. Szombat. Ez a három kártya mutatja az eseményeket. Ez a nyuszi utal a félelmekre. Van kis félős nyuszika, de ugorjunk tovább. És ez a kard arra utal, hogy mi ezt elvágjuk. Tegyük magunkat túl a félelmeinken. És itt fent ez a három hölgy, ez a keltai mitológiából származik, és jelenti a sorsunkat. Mert a mitológiában úgy van megírva, hogy az ő kezükben van ez a fonal, és ők irányítják fentről a mi sorsunkat. Az egyik szimbolizálja a múltat, a másik a jelent, a harmadik pedig a jövőt. Így van megírva ebben a mitológiai történetben. Ami számunkra fontos, amit ők itt mutatnak, és az a mi sorsunkkal áll kapcsolatban. Egy sorsdöntő fordulat várható. Vasárnap. Most megtekintjük ezeket a képeket. Ha én ezt a kártyát megnézem, nekem mindig az jut eszembe, minden út Rómába vezet. Az a mostani időszakban számunkra azt jelentheti, hogy legyenek céljaink, és azt ne adjuk fel. És minden ebben az irányban fog történni. Jelentheti azt is, hogy most új utakat választunk, és fontos döntéseket hozunk. Jelen pillanatban kell, hogy legyen egy terv, hogyan tovább. És ezt az időt, ami most olyan csendes, használjuk fel előnyösen. Tehát készítsünk egy forró teát, vagy egy levest, gyújtsuk meg a gyertyát, és próbáljuk ezt az időt arra használni, hogy megtaláljuk a nyugalmunkat, és legyenek céljaink, terveink, hogyan tovább. És ez volt a hétvégi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!